Hamarosan 10:30-től az Audi Arénában sajtónyilvános edzést tart a Győri Eto, amely vasárnap az orosz CSKA Moszkva együttesét fogadja a Bajnokok Ligája harmadik fordulójában. Skype kapcsolaton keresztül pedig itt van velünk az együttes sportigazgatója, Görbic Anita. Szervusz, Anita! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Anita, ilyenkor te sportigazgatóként is ott vagy a stábban a csapat mellett, és végig figyeled majd ezt a sajtónyilvános edzést is? Hát most igen, én is ott leszek, de természetesen nem vagyok minden edzésükön ott, de a mai például ott leszek. Ugye nagyon pozitív előjelekkel várhatja a csapat ezt a mérkőzést is, hiszen neki egy nagyon fontos győzelmet aratott már a csapat, ugye a Vipers és a Ljubljana ellen. A Faluvégi Dorottya ugye nem játszhat, de egyébként a többiek már hadrafoghatóak lesznek? Még nem mindenki teljesen épült fel Esztelen Zeminkónak, még a sérülésből még van egy kis idő, amire kell még a rehabilitációja, úgyhogy ő még biztosan nem fog pályára lépni. Mik a tapasztalatok az előző két BL mérkőzéssel kapcsolatban? Ugye hazai pályán volt az egyik, illetve idegenben a Ljubljana ellen a másik BL mérkőzés. Te ott voltál egyébként mind a két mérkőzésen? És utazol is a csapattal majd rendszeresen? A hazai mérkőzésen ott voltam, a Ljubljanán nem tudtam ott lenni, úgyhogy, de nagyon-nagyon szépen jól összeáll. Az Ambrosnak mindig az első és legfontosabb az a védekezés, úgyhogy az azonban szerintem a legnagyobb hangsúly szinte minden edzésen és minden mérkőzés előtt, de a támadó játékot is én úgy látom, hogy elég jól működik, és most már a páros kapcsolatok is jönnek, de ez még tényleg nagyon az elején vagyunk. Ugye az utóbbi fél évben, amikor még aktív voltál a pályán, akkor is játékos edzőként működtél közre a klub életében, a fantasztikus pályafutásod lezárása előtt. Ez a szerepkör mennyiben más most számodra? Ugye sportigazgatóként valószínűleg sokkal nagyobb tárházat kell lefedned. Hogy tetszik egyébként ez a munka? Igen, most kezdem tényleg belelátni azt, hogy mennyivel könnyebb a pályán és az edzéseken. Itt rengeteg dolog van a pályán kívül is, hogy ugye a játékosoknak tényleg nyugodt körülmények között tudjanak készülni. Úgyhogy most én ezt próbálom tanulni, és nap mint nap itt vagyok a klubnál, és figyelem itt a dolgozókat, hogy mit, hogyan kell mondjuk egy mérkőzésre, egy ilyen mérkőzésre, vagy egy magyar bajnokira hogyan kell felkészülnie, hogy a csapat tényleg minden rendben legyen. Játékos edzőként sokkal könnyebb volt, azért én úgy gondolom. Itt egy kicsit nehezebb számomra, hisz ugye a lelátón ülök, és nem ott a lányokkal, és nem ott tudok direkt segíteni, de nagyon-nagyon élvezem, és tényleg nagyon-nagyon vágyom rá, és akarok megtanulni mindent, hogy tényleg hogy működik egy klub. Ugye sok éven át te voltál a csapat kapitánya is a Győri Etónak, most viszont Anne Mette Hansen vett át ezt a szerepkört. Ő kikérte a véleményedet, vagy kért tőle tanácsot egyébként, hogy hogyan kell jól működni csapatkapitányként a pályán és azon kívül is? Hát Anne Mette Hansennal azért pontosan nem tudom, de szerintem 4-5 évet biztos, hogy együtt játszottam, úgyhogy tudja, hogy milyen egy csapatkapitánynak, vagy hogyan kell dolgozni egy csapatkapitánynak. Én úgy gondolom, hogy ő ezt meg fogja oldani. De amúgy nem csak vele, hanem tényleg szinte, mondhatom azt, hogy minden játékossal napi kapcsolatban vagyok, és mai napig vannak kérdéseik és kéréseik, úgyhogy amiben nagyon-nagyon örülök, és mindig segítek nekik, amiben tudok. Anita, szerinted mennyivel kisebb a teher azzal, hogy nem címvédőként vágott most neki a Bajnokok Ligájának a csapat? Én úgy gondolom, hogy egy profi sportolónak és nekünk ezt a terhet, ezt mindig el kell viselni, hogyha címvédőként megyünk neki, akkor úgy, ha nem, akkor úgy. Szerintem most sokkal még éhesebbek a lányok, és szerintem minden mérkőzésben benne van az, hogy igenis idén mindent meg kell nyernünk, és tényleg mindig úgy így mennek ki a pályára. Ez is a cél szerintem minden sportolónak, és hát nekünk is. Ugye idén mindent meg kell nyerni, ez többször is elhangzott a szezon kezdet előtti sajtótájékoztatókon és interjúkban is. Az elmúlt bajnoki mérkőzéseken te mit láttál egyébként? Ugye veretlen a csapat a bajnokságban természetesen 3 győzelemmel, de ott is javuló tendenciát mutat be a csapat, a lányok a pályán? Vannak hullámvölgyek, szerintem itt a bajnokság elején ez így szokott lenni, és ez nem is meglepő. Van, amikor tényleg nagyon-nagyon és tökéletesen játszik a csapat, de valamikor
nem olyan magas szinten, ha ezt így lehet mondani, de ez mind annak köszönhető, hogy a játékosok még nem nagyon érzik egymást. Természetesen az edzések is másak, hogyha ott például működnek a dolgok, az nem biztos, hogy a mérkőzésen még működni fog. Ehhez kell az, hogy több meccs legyen, és hogy játszanak a lányok, és majd ott fogják egymást megérezni. De még egyszer mondom, hogy szerintem ahhoz képest jól haladnak a lányok és a csapat, ahogy tényleg most itt a szezon elején vagyunk. Anita, szeretnék gratulálni a díszpolgári címethez és a Csík Ferenc díjhoz, és egyébként ez a két díj, amit a közelmúltban átvehettél, mekkorát lendített a sportigazgatói tevékenységeden? Hát hatalmas megtiszteltetés volt, és nagyon-nagyon szépen köszönöm. Tényleg hihetetlen élmény, és amikor átveszi az ember ott, és ott van, akkor éreztem át igazán, hogy tényleg ez egy nagy dicsőség, és hogy mennyire megtisztelő. Görbic Anitának köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta, gratulálok még egyszer, és további sok sikert kívánok a csapatnak. Én köszönöm, és köszönjük szépen.